Sziasztok, én Mesteres Dávid vagyok, ez pedig az Apa Vlog csatornám, és ma ismét Hot Wheels pályákat fogunk tesztelni, pontosabban egyet, nem is akármilyet, hanem dínósat. Wow! Ja, várj, ez tud... Mit nyomtál meg, Marci, az előbb, amitől elkezdett? Ah, igen. Ez jó volt? Várj. Szóval ezt a dínós pályát fogjuk kipróbálni, és ugye arról van szó, hogy a Hot Wheels küldött egy tonna játékot, és ezeket egy ilyen mini sorozatban végigpróbálgatjuk. Ugye egy adás már, egy epizód már kiment, ez ugye a középső, és lesz egy harmadik, illetve lesz egy negyedik extra epizód, az már nem része ennek a Hot Wheels kampánynak, de azt láttam ki, hogy ezt a nagyon-nagyon sok játékot, ezt odaadományozzuk a végén valakinek, illetve nem valakinek, hanem valamilyen intézménynek, ezt a gyerekek is nagyon jól fogadták egyébként, tehát abszolút támogatják az ötletet. Szóval a végén oda fogjuk adományozni, és ehhez kérem a segítségeteket, tehát ajánljatok olyan intézményt, ugye ez a sok játék egy családnak vagy egy gyereknek nyilván sok lenne, tehát ajánljatok olyan intézményt, ahol ezeket a játékokat egyáltalán be tudják fogadni, és aztán tudnak vele kezdeni valamit. Az előző videó alatt már szerencsére jöttek ötletek, de amíg tart a sorozat, addig várom az ötleteket. Nagyon köszönök minden javaslatot, és aztán a végén valahogy eljutatjuk a játékokat. Szóval a mai főszereplőnk egy ilyen ordító ős állat. Igen, ami egy dínó. Ami egy dínó, és a gyerekek már rettentesen várják, hogy ezt kicsomagoljuk, mert amikor az egész pak megjött, akkor rögtön ezt szúrták, hogy nekik ez kell. Úgyhogy most nekiállunk. Nekem kell, mert menő. Neked kell, mert menő. Jó, akkor most kibontjuk. A szetnek, ennek a szetnek valószínűleg nem része, szóval valószínűleg nem része, de kaptunk további ilyen dínó tematikájú dolgokat is. Amiről még nem tudom mire való, de itt is van egy ilyen ős gyík, ős lény, meg itt is. Ezeket is majd megpróbáljuk valahogy beépíteni. Na jó, figyelem! Tehát, hogy elfogyott a türelem. Nem tudok kultúráltan kimondani egy csomagot. Nézd, itt van perforálva, tehát... Aki egy kicsit is odafigyel, aki nem én vagyok, az rájön. Hoppá, hol ez? Egy kilövő lesz ez szerintem. De srácok, a lényeg az itt van. Várjál. Már itt is van egy alkatrész. Egy pályadarab. Ugye ezek kompatibilisek, tehát hogy minden össze lehet építeni. Hát ti már nagyon jól el vagytok vele, de várjál, én még szeretném összeépíteni. A sárgával kell összeépíteni, ez csak kerek izét. Ezt be kell dugni. Apu, még a izét, az autót is kibontjuk. Az autót is kibontjuk, hogyne? Én a dolgosan leszek. Oké, megvan. Tehát van egy ilyenünk, valami épület. És van egy pálya. Hát mutasd már, ja, itt a leírás, miért nem azt nézem? Ja, egy. Azt mondja, tegye... Persze, hogy rosszul kezdtem. Igen, ez lesz a pálya, amin az autó jön. Igen, sikerült. Az ide jön, egy, nagyon jó. Kipróbálom a kilövőt. Na most erre rá kell kattyintani a dínót, várjál, ez a legfontosabb pillanat. Valahogyabb a pont az nincs benne, várjál már a kamera képébe, amit építünk. Még ne lőjétek ki, még ne lőjétek ki. Átdugjuk ezen a lukon, ráfordítjuk. Igazából az egyszerű volt, mint amennyire én nagy ügyet csináltam belőle. Szóval elmagyarázom, a következő van. Van ez a dínó, aki le akarja rombolni a várost. Nekünk az a dolgunk, ez ugyanis egy társas játék. Nekünk az a dolgunk, vagy ügyességi, hogy innen kilőve az autókkal legyőzzük a dínót. Ez a dínó akarja lerombolni a várost. Az bizony. Na várj, de most kirakja ide a kilövőbe az autóját. Én. Bekapcsoljuk. Azt próbáld, a tűz. Ott egy házat romboltál le, nem baj. Meg ezzel is lehet nézni, ezt is lehet állítani, hogy honnan. Ha én is adoljak egyet, figyelj. Kilövöm. Nem, várjál, majd visszajön. Figyelj. Sikert a szájába lőni az autót. Melkasán kell eltalálni azt a képet. Most. Hú, ez jó volt, jó közelítés. Hopp, nem baj, másik autóval is próbálkozhatsz. Hopp, még egy házadó. Ez az.
gyorsan. Most. Jó, nagyon jó. Most köszönöm. Kivertem a fogát, az is valami. Bum. Jó próbálkozás volt. Hát eltaláltam. Túl de boldog vagyok. Na. Szemét dínó, kifeküdtél. Nagyon jó. Most építjük tovább! Gondoljátok, összeépítettünk ebből pár dolgot, ami már itt van. Például innen is simán jöhetne autó, érkezhetne autó a két cucc között. Egy, az ujjam! Na gyere, nézd ide, oldani. Eleve össze tudjuk kötni ezt a pályát. Ez 3 évesnek nem való. Akkor ez az, de te már múlt a 3, még szerencse, mi? Igen. Óriási szerencse, nézd milyen könnyű összekötni, figyelj. Wow, tessék. Na, ez jó. Ez már jó? Jó. Már még valamit hozzá kéne kötni. Ezt a liftet valahogy hozzá kéne kötni. Meg ezt is ide kötjük, nézd, figyelj. Na, ide nézd. Gigantikus pályát építünk, tettünk, mármint az összes dínót összeszereltük. Na, várjál, megnézzük, hogy működik. És indítjuk a salampot. Igen. Akkor innen kezdünk. Oda kezdünk. Úgy, igen, jó, mindegy, eljutottunk ideig. Elmenjünk a dínó farka alatt, nehogy észrevegyen. Ögyöd bemész, igen. Fölemeli a dínó. Megfogom neki. Bum, igen. Ezt is kilövöd, ez az. És most el kell jutnia ide. A másik kilövőhöz. Igen! 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 Egész jól összeépítettük a dínos alkatrészeket, vagy játékokat, és erről a T-Rex-es játékról így kiderült, hogy nem egyszerűen egy ilyen autós játék, vagy autópályás játék, hanem egy ilyen ügyességi és társas játék egyben. A srácok állati jól szórakoztak, kár, hogy a dínó nyert mondjuk szerintem 10-ből 9-szer, de most már ideje elmenniük vacsorázni, úgyhogy meg kellett szakítanom a játékot. Nagyon fontos, és ismét kérem az ötleteket ahhoz, hogy elajándékozhassuk, vagy eladományozhassuk ezeket a játékokat. Rengeteg alkatrész van, rengeteg szett, és talán még annál is több autót, tehát iszonyú sok autót is kaptunk. Ezeket is el fogjuk adományozni, az egészet egyben, egy intézménynek. Úgyhogy kommentben léci, segítsetek ebben. Úgyhogy mára körülbelül ennyit. Jövő héten találkozunk, illetve előtte még pénteken találkozunk a szokásos pénteki apa vlog epizóddal, aztán jövő héten kétszer egy Hot Wheels-es hétközbeni epizóddal és egy pénteki apa vlog epizóddal. Addig is mondjátok el kommentben a véleményeteket, iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten kétszer találkozunk, sziasztok! Csá!